A legkisebbeknek bábszínházzal készültek, de kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, arcfestés, légvár és még számos játék várta a gyerekeket a pécsi Éj és Gyula általános iskolában. A kertvárosi intézmény ugyanis gyermeknap alkalmából hirdetett programot nem csak az ott tanuló diákoknak. A fólia festésen át a tűzoltó autó kipróbálásáig színes programok közül választhattak a kicsik. Szükség van arra, hogy a mindennapi, hétköznapi brusztolásból, akár a szülőknek a munkáját nézve, akár a gyerekeknek a tanulást nézve azért időnként kiszakadjunk, és együtt élvezzük a szabadidős programokat. Itt van is mit egyébként, mert a csúszdától a nem is tudom milyen easy rollerig és mindenféle ilyen érdekes játékok vannak. Az Éjés iskolában egyébként a tanulók 30%-a sajátos nevelési igényű gyermek. Az intézmény számára így kiemelten fontos, hogy minél több közös programot szervezzenek. Mi, mivel integrált iskola vagyunk és inkluzív iskola is, számukra nagyon fontos az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeket egyenlő eséllyel indítsuk az életbe, és ehhez minden feltételt megadunk nekik, akár a tanulásban, akár a szabadidő eltöltésében. A tervek szerint kültéren tartották volna a rendezvényt, ám a természet közbeszólt. Az esős idő miatt az iskola épületébe költöztették a programokat, de még ennek ellenére is mintegy 200 gyermek és felnőtt vett részt az eseményen.